Egyes sertés és csirkehúsfélék árképzését ismét a piaci viszonyokra bízta a szerb kormány, így valamivel több mint fél év elteltével már nem korlátozzák a sertésszomba, nyak, a karaj és a csirkehús árát. Ez legalábbis egyelőre nem terheli meg az eddigeknél jobban a polgárok pénztárcáját. A vágósertést élősúlyban körülbelül 230 dinárért adják, de az ár háromszorosára nő, mire a hentes üzletekbe és boltokba kerül. Leginkább a kereskedelmi árrés miatt, amelyet a hatályon kívül helyezett rendelet legfeljebb 10%-ra korlátozott. Most már szabadon alakulhat majd, így a termelők a felvásárlási ár kismértékű 10-20 dináros változására számítanak. Ez pedig nem befolyásolja jelentősen a hús kiskereskedelmi árának emelkedését. Egyes szabadkai hentes üzletekben viszont kedden már némi áremelést tapasztaltunk. Változtak az árak, ma mentek följebb egy kicsikét. Eddig volt ilyen árcsökkenésünk, 540 dinár volt az oldalas, 580 volt a nyakkaraj, 550 volt a karaj, 650 volt a szalonna, a comb, 640 dinár volt a darált hús meg a lapocka. Most ennek mindnek 50 dinárral följebb ment az ára. A hústermelés Szerbiában és az egész Európai Unióban is az utóbbi években különböző okok miatt 5-10%-kal csökkent. Kisebb tehát a kínálat, Szerbia viszont elég sok húst hoz be külföldről is, mondta a Zombor Imre. A közgazdás szerint a húsárak azonban nem nőhetnek, ha nincs fizetőképes kereslet. Rövid távon nem kell áremelkedésre számítani, hosszú távon talán lehetséges mérsékelt, de ugyanakkor a kormányzat és a piaci szereplők is érdekeltek abban, hogy a piac stabil legyen, és hogy gyakorlatilag a volumenje se csökkenjen. A szerbiai gazdasági kamaránál azt mondják, az tény, hogy a szerb kormány módosított rendelete miatt a sertés és csirkehús egyes árai már nincsenek korlátozva, de ez nem fog áremelkedéshez vezetni. Nincs valódi ok annak, hogy a hús megdráguljon. Uslovi su potpunosti isti, csak i kukuruz pojeftinio u međuvremenu kao osnovna komponenta hrane za životinje. Ali vidjet ćemo kako će se odvijati situacija u narednih 4-5 mjeseci. Mislim da je treba analizirati šta će biti. A kereskedelmi minisztériumból is azt üzenik, nem engedik meg az áremeléseket, és figyelemmel kísérik a piaci helyzetet.